mondja Zsolt, mikorra tűzte ki maga a pezsgő pulcsot? Kedre, igazgató úr. Kedre? Mondom, egyszer nem vagyok itthon, mindent összegabarítanak. De igazgató úr, hiszen nem lehet előbb. Mit nem lehet előbb? Kedre kitűzni a sláget, hol hallotta maga azt? Igazgató úr, hiszen nincsenek készen. Nincsenek készen? Hát miért nincsenek készen? Mindent nekem kell csinálni. Két hét alatt elkészülhettek volna. A színészek igen, de tetszik tudni, a harmadik felvonást még nem kaptuk meg. Nem kaptuk meg a harmadik felvonást? Pomuc? Pomuc nem hallja? Hallom, hát minden koptasson a számot. Egyébként is kitalálja az igazgató, hogy én nem fogom megírni a harmadik felvonást. Ne szemtelenkedjék, Pomuc. Nagyon jól tudja, miről beszélek. Magának meg volt hagyva, hogy minden reggel felmenjen a szerzőhöz, és kérje a harmadik felvonást, amit meg nem kapja. A méltóságos úrhoz voltam bátor beszélni? Nem veszem észre. Nagyon jól tudja az igazgató, hogy mit mondan nekem a szerző. Mit csinál az igazgató úr, micsodájára minden reggel, ha én fölmennék hozzá. Én nem értem maga, mit jön igazgató a harmadik felvonásra. Az nem csipogás, azért el lehetett volna készülni. Kézirat nélkül? Ugyan, hagyja már ezt a szőrszál hasogatát. Itt nem kéziratról van szó, hanem egy slágerről. Az fontosabb, mint a kézirat. Nem az a fontos, hogy megkapjuk el a darabot, hanem az, hogy előadjuk. Majd meg lesz a kézirat, ne féljen semmit, maga csak adassa elő a darabot. Kézirat nélkül? Már megint azzal a kézirattal kezdje, hát nem érti, hogy? Persze, hogy nem érti. Hallja, Pomuc, maga te nagyon fresh kezdeni mostanában. Mégpedig kézirat nélkül. Mit ceremoniázunk, a titkár úr tényleg nem érti ezt. Titkár úr még csak egy éve van itt, még 14 éve. Hallja, Pomuc! Maga nem volt itt, amikor a sárkányvért adtuk 30 táblás házzal, mint igazgató. És a szerző csak a harmadik eladás után jött rá, hogy elfejtette meg egy darabot. De nem vette észre senki. Aztán eljött, leéjezte gyorsírásra és kiadta könyvbe. Jó, bánom is én, nem csak a harmadik felvonásról van szó. Pataki nem akarja Nellit játszani. Micsoda beszél ez? Muszáj neki. Az egyetlen, aki játszhatja, nincs más. Mit csináljak? Én sem tudok mást. Mindig az utolsó percben. Most mihez kezdjünk? Mihez kezdjünk? Nagyszerű. Nellit eljátsz a dombokat. Kóc, legyen szíves és ne beszéljen mindenbe bele. Tényleg, a dombóvár játszhatnám. Jó, hogy eszembe. Tulajdonképpen sokkal inkább nekivaló, mint a Patakinak. Csodálom, hogy a kiosztásnál ez nem jutott eszembe, de Pataki nem fog duzzogni. Adják neki oda a bírt a darubadárból. Hallja, Pomuc, mégiscsak tüdetetlen vagy meg, ahogy meg beleszólni. Nézze csak, igazgató úr. A Patakinak oda lehetne adni a bírt a darubadárból. Tényleg nem az. Csak hogy baj van, akkor nem játszhatja a Stégernét. Persze, persze. Más felesége nagyon hosszú. Ennyi, mit lehetne tenni? Fene érje meg. Akkor mégse lehet. Ugyan mit kívánnak? Hagyják ki a Stégernét, akkor rövidebb lesz a darab, és a Pataki eljátszhatja a bírt. Pomuc! Nézze csak, igazgató úr. Nekem lenne egy ötletem. Ki lehetne hagyni a Stégerné szerepét? És akkor mindjárt rövidebb lenne a darab? Igen, így jó lesz. És egyúttal Patakinak oda lehetne adni bírt. Hát akkor rendben volna. Így van. Látja? Csak gondolkodni kell egy kicsit. Az igaz. Hallja, Pomuc. Magának mindig itt kell lopni a titkár úr szobájában. Legyen szíves és foglalja a helyét az előszobában. Majd ha a mráz elmegy. Miféle mráz? Magának kellene tudja, nem engem keres. Reggel 7:30 óta itt jó. És azért ült maga itt tegnap is egész délelőtt? Tegnap is itt volt, reggel 8:00. Mióta van ez? 8 hónapja. Ki az a mráz? Na igen, tudom már. Valami drámája van itt. Elolvasta már? Én, nem is tudok róla. Persze. És már ígértem, hogy elolvasom. És persze elfelejtettem kiadni. Íze zárod, intézz el ezt a dolgot. De hiszen fogalmam sincs, hogy miről van szó van a darabban. Mindegy, mondjon neki valami. Nem lehet tovább váratni. Aztán jöjjön be. De írja. Várjon.
Ne siessen. Mi a csodát mondjak neki? Hát, hogy elolvastad el? Ne beszéljen vele mindenbe, Pomusz. Mi a csodát mondjak neki? Na, most már nem beszél? Nem titkát. Ezt már tessék csak egyedül elintézni. Erre már nem vagyok szerződve. Nézze, Pomu! Nézze, Pomuc, csak az első szavakat, majd aztán én jövök és felváltom magát. Mit mondjak meg? Akármi. Maga öreg színházi róka, hogy már elolvastuk, aztán majd én jövök. De ha nem jön. De jövök, ne féljen semmit, csak bele akarok nézni abba a darabba, hogy valamit mondhassak róla. Legalább adjon valami kabátot. Ott a fogasom. De jöjjön aztán, mert én nem arra vagyok szerződve. Tessék! Szolgálja! Bocsánatot kérek! Tessék, ne foglalj! Az az, hogy akarom mondani, bocsánatot kérek. Mindazonáltal, de hát én... Csak tessék, tessék! Minek által, vagy akarom mondani a... az igazat úrhoz, az szerencsém! Az intézetnek a személyzetéhez tartozó igazgatóság alkalmazott. Igenis, csak hogy a múltkor, mikor bátor... Ja, hogy ott a folyosón ennél tiszti szolgálatban szokott látni, hát az semmire ízi, az csak az ízém az inkognitó. Igenis, csak hogy a... Hát, hogy a mivel szolgáltok, kedves? Nász! A múltkor, mikor kegyes volt megígérni, akkor ugye... Jó, hogy akkor másképp ezt semmi, csak egy kicsit lefogytam. Miről van szó? Hát a múlt hónapban, mikor bátoroltam megjelenni, mivel 5 hónappal azelőtt megtetszett ígérni, hogy eltetszik olvasni a darabomat, amiről tavaly megtetszett ígérni, hogy 2 héten belül eltetszik olvasni. A múltkor azt tetszett mondani, hogy már tetszik olvasni, és hogy jöjjek el holnap, mármint 2 hónap előtt, és már meg tetszik tudni mondani, hogy mit tetszik gondolni, de aztán nem tetszett ráérni, tehát azt tetszett ízlíni, hogy már tetszik olvasni. És én már jöjjek el ma, azaz 2 hét előtt, és akkor majd meg tetszik tudni mondani, hogy mit tetszik gondolni. Szóval azt izentem, hogy már elolvastam? Igenis. A disznó. Azt már elolvastam. Mit csináljak? Hát előkérem. Elolvastam a darabot. Tetszett? Bocsánatot kérek. Elolvastam. Bocsánatot kérek. Hová is tettem? Az nem baj, kérem, ha elveszett, az nem baj, majd megírom még egyszer. Ja, akkor jó. Hát, szóval maga most azért jött, hogy megtudja a véleményet a karakterről, ugye? Hát, ha éppen gondolni tetszik, de leírom még egyszer. Hát, tudja kérem, a maga darabjában vannak dolgok. Ugye? Ugye vannak? Vannak benne, azt nem lehet mondani, hogy nincsenek. Aztán. Azt nem lehet mondani. Ugye azt nem? Tudtam én, kinek hoztam el a darabomat. Tudtam én, ki az az éles szemű, csalhatatlan bíráló, aki észrevesz mindent, hogy másra nem vesznek észre. Ha az ennél ilyen nagy darabot elolvas, mint én, ugye kifejlünk az érzéke. Hát észrevette. Hát, persze.
második felvonás közepe felé, hogy nem egészen a közepén, ugye az elérve a közepe között. Óriási! Hát észrevette! Azok a marhák! Azok a disznók az emberek! Azok a marhák! Csoda! Hát a barátaim, akikkel elolvasztottam a darabot, azt mondták, hogy az a dolog, hogy a második felvonás közepe felé, hogy nem jön ki, hogy hát nem lehet észrevenni. Ah, ugyan kérem. Gyerekség. Dehogy nem lehet. Nagyszerű lenne. Nem is az a baj, hogy nem lehet. Az a baj. Na mi a baj? Maga is tudja, ugye? Na? Hát igazgató úr, ő nagy ember. Önnek igaza van. Nem hittem volna, hogy ilyen mélyen, ilyen behatóan, ilyen lelkiismeretben tanulmányoztam. De higgye, kérem, higgye el nekem. Én magam is éreztem, hogy a másik felvonás vége felé, hogy hát nem lehet. De azért nem kell kétségbe esni. De hát akkor mit tegyünk? Ha a gróf nem tudja, hogy Amanda ott volt a hajó fenekén, akkor mit mondassak Pál Faliban? Én az a disznó, nem tudom tovább. Ugyan kérem, Pál Fali. Muszáj Pál Falinak mondani valamit? Nem egyszerű, ha Pál Fali, nem mond semmit. Pál Fali, tegye úgy, mintha nem tudna semmiről. És a kapitány csak a második felvonásban értesüljön arról, hogy Géza nem úgy gondolta. Igaz, így mindjárt érthetővé válik, hogy Johanna, miért nem a második emeletről ugrod le? Szóval azt gondolja az igazgató, hogy ezt változtassam meg ebben az értelemben. Ezt. Tudtam én, kinek hoztam el a darabomat. De nem hittem volna, hogy ilyen behatóan, ilyen megértéssel fogja tanulmányozni, amire. Lám, akikkel elolvastattam, észre sem vették, amit az igazgató egyből megvesz. Hogy Pálfaldi vallomása nem is fontos. Tekintve, hogy a bőröndöt már elvitték Fülephez. Ugyan kérem, ez csak nyilvánvaló. És mit gondol az igazgató Margit? De kérem, beszéljen velem őszintén. Egy ilyen nagy dramaturg véleménye, mint az igazgató csak hasznos lehet nekem. Margitról? Kérem, csak őszintén és egyenesen. Én úgy látom, ön attól fél, hogy nem fogom megérteni magát. Nem vagyok érzékeny. Csak tessék egyenesen kimondani, amit gondol az igazgató. Hát, tulajdonképpen nekem ez a Margit nagyon szimpatikus, csak az a baj, hogy nem jön már. Hogy? Nem engedte be Antalfit? De hát igazgató úr, hát nincs igaza. Hát teheti, gondolja meg. A gróf mindent tud. És Margit tudja, hogy Kázmér ott volt a kárban, amikor a robbanást. Na igen, éppen ez az. Hát Margitnak nem szabadna tudni a robbanásról. Ne szabadna tudni a robbanásról. Igen. Tudom, hogy egy kicsit furcsa, hiszen, hát éppen ő volt. Igen, tudom, hogy éppen ő, és kicsit furcsa is, amit mondtam, hogy ne tudjon róla a dacár annak, hogy éppen ő. Tehát a drámai urak belésztek kellett a barát. Tehát igazgató úr. Hát akkor te Alajos nem mehet fel a toronyba. Ne menjen föl! Nem is értem, minek megy föl. Maradjon lent. Nem az. Igazgató úr. Ha nem megy föl, akkor Béla hiába mondta belédesének, hogy mindent megtudok. Tudom, hogy nem az a Béla.
Mit akar az a Béla? Ki az a Béla? Béla, ne beszéljél annyit! Bélának ne járul, hogy az jár! A Béla... A Béla... Nos? A Béla... Istenem, a Béla menjen vissza a... ez a... Harvithoz! Akarom mondani... A Margithoz. Hát éppen a... Hogy lehet ez? Hogy lehet? Nagyon egyszerűen. Jó! Tegyük fel, hogy visszajött. Tehát akkor Margit nem megy az alagútba, úgy tetszik gondolni. Ugyan kérem, már miért nem menne? Hát azért még le lehet, ugyan. Csak menjen, menjen! Éppen hogy menjen! És Beiligeti! Beiligeti, Beiligeti, okozta föl magát! Persze! Igazgató úr! Nagy ember! Világosságot gyújtott az agyamba! Köszönöm! 5 évig gondolkodtam rajta, hogy mit tegyen Bájliget. És ez eddig nekem nem jutott az eszembe. Bájligeti akassza el magát. Rohanok. Ezt megírom. Honom rázd? Elment. Utána kell küldeni, kérem, ez egy nagyszerű darab. Elő kell adni. De milyen nagyszerű? Pláne, ha a végén Bájligeti felakasztja magát. Mi? Mit beszél? Mit most mondta a szerződő? Darab végén Bájligeti felakasztja magát. De hiszen akkor nincs semmi értelme az egésznek. Ilyen csapnivaló. Marhaságokat zaklatják az ember. Ha az az ember még egyszer beteszi ide a lábát, rúgja ki a darabját, és a lába se érje a földet.